szép, büdelmes életkorat ért végig, már a anyateje magába hívta a erkölcsi élet alapnormáit, a tiszteletet, a becsületet, a szeretetet, a szülői iránti tiszteletet és a hazaszeretetet. Egész életútján ez segítette végig küzdeni az életét. Tanítója hamar észre veszi kiváló művészi értékét, tehetségét, és az első nagy kitüntetése akkor éri, amikor a kerekapartot közösen festik a tanítójával, a nemzi kápolnát. És akkor azt mondja a tanító neki, te Pisti, a te képen jobb, mint a tenni. Csak a fékora végig kísérte egész életében Bognár István, és a mai napig is ér szélével elkérdem egy rendkívül múzeumi anyagú kiállításban a jövőkötletünk ki. A képzőművészet rendkívül sok ága érvényesül, mint a festészet, a grafika, mindegyik kép önmagáért beszél. Ugye nem először van kiállítása Lentiben, a mai kiállítása milyen képeket hozott magával? Hát az egész életem munkáiból válogattam össze. Úgyhogy 1955-től két hónap, három hónap ezelőtt, amit festettem. Pont szerettem volna kérdezni, hogy vannak-e nagyon friss alkotások is? Hát van egy-két tájkép, vagy három tájkép, mert nem tudok már dolgozni a kezem miatt. Úgyhogy ez az utolsó kiállításom. Hát ezt is szerettem volna kérdezni, hogy lesz-e még kiállítás, hogy tervez a kiállítás, de ezek hát szerint nem. Ezekből, ha valaki akar kiállítást csinálni, akkor csináljon, de én már nem dolgozom. Látom, hogy a képek színesek is, illetve fekete-fehérek is. Mi alapján döntötte el, illetve dönti el, hogy egy kép ilyen vagy olyan legyen? Hát attól függ, hogy milyen médiumot használ az ember. Ezek itt linoleum metszetek persze feketék, de általában mind színes. Úgyhogy én a színeket nagyon szeretem. Voltak-e olyan alkotói korszakai, amikor csak egy bizonyos dologra állt rá? Tehát azt mondta, hogy mostanában csak természeti képeket fogok festeni, vagy csak portrét? Nem, ilyen nem volt soha, mert én tervező grafikus vagyok. És amikor időm volt, akkor festettem, meg rajzoltam. Amikor nem volt időm, akkor, vagy amikor el voltam foglalva a tervező grafikai munkákkal, ami egész életemben, hála Istennek, el voltam foglalva, úgyhogy belenyomtunk egy kis munkát itt-ott. Amikor befejeztem az iskoláimat, két diplomát szereztem, utána dolgoztam egy könyvkiadónál, aztán egy tervezőirodába, utána meg hirdetővállalatnál. Amikor a hirdetővállalatnál művészeti igazgató voltam, az angol Déli Telegrafban megjelent egy hirdetés, hogy pályázatot lehet beadni egy hotel grafikájára. Hát ezt megnyertem, hála Istennek. Amikor behívtak a főirodába, gratuláltak, és azt mondták, hogy nekünk van még 12 másik hotelünk, elvállalá-e az ottani munkákat. Hát örömmel. Amikor ezt meghallottam, akkor leültem a nagy parkba, és azt mondtam, hát ez most egy nagy kihívás. Volt olyan időszak az életében, amikor abszolút nem alkotott? Volt. Attól függ, hogy mit nevezünk alkotó munkának. Mert például itt vannak a tervezősi munkáim. Én azokat is ugyanolyan alkotó munkának hívtam, mert nagyon komoly kihívásokat jelentettek az életemben, hogy az ember megcsinálja ezeket, és a saját maga profi életét fejleszte tovább. Úgyhogy nem csak a pénz, hanem a munkáknak a kivitelezése, meg minden nagyon fontos volt nekem, életemben nagyon fontos volt. Egyébként sokan szeretnének öntől képeket vásárolni, sokan keresik meg ilyen kéréssel? Hát ezekből soha nem vásárolt senki, még. Kérdezték tőlem, hogy adok-e el.
Hát mondok, mit akarsz? Életemben, hát egy, csináltam portrékat, amiket, amik nincsek itt, de hát azokért fizettek meg minden, de tájképeket nem vesznek. Most már fényképek olyan finomak, meg olyan stílusosak, hogy szerintem ilyen hobbi festőd, mint én vagyok, azt már nem törődnek nagyon vele. Az interjú elején azt mondta, hogy most már nem alkot, tehát már nem fest, nem rajzol. Mivel tölti a napjait? Most el fogok menni gombászni az erdőbe. Nagyon szeretek az erdőbe sétálni, nem csak a gomba miatt, hanem különben is. De hát olvasok, meg nézem a televíziót, amikor nem tudok sokat olvasni a szemem miatt, de viszont olvasok minden nap, de televíziódok is. Valamit csinál, meg sétálok. Lenti Kápolnán élek, vagy hát Lentibe, de a Lenti Kápolnán, onnan kisétálok a Kerkára, meg vissza. Nekem elég.